A hegesztést gyakorolják ezek a fiatalok a Dunajvárosi Egyetem műhelyében. A Bánki Donát szakgimnázium és szakközépiskola gépészeti tagozatán tanuló diákoknak ezen kívül a vasműben is lehetőségük van a fejlődésre, ahol minden nyáron 4 hetes gyakorlaton vesznek részt. Ennek köszönhetően a munkavilágába is bepillantást nyerhetnek. Rengeteg jó élménnyel gazdagodtam a nyár során. Voltak előnyei és hátránya is ennek az egésznek. Ugye az volt a hátránya, hogy korán kellett kelni sajnos, és fárasztó, hosszú volt ez az 1 hónap. Viszont nagyon sok pozitív élmény és nagyon sok tapasztalatot tudtam gyűjteni, ugyanis az ott dolgozó munkások nagyon sokat segítettek nekünk, bármiben kérdeztük őket. Én a meleghenger műnek a forgácsoló műhelyében voltam, és általában ilyen kisebb dolgokat bíztak ránk, de már a munkánknak a végén már kész gyártási sorozatot kellett végrehajtanunk, amiket később adtak tovább a többi munkahelyre. Én a hideghengerműben a gépészeti részegen voltam, karbantartási részegen, és azon belül hát voltak mindenféle feladataink, mi állványzatokon voltunk, hengerállványzatokon, azon belül szereltünk, cseréltünk alkatrészeket, akkor sokszor volt az, hogy bementünk műhelybe, néha végeztünk egy-két lakatos munkát, heggeztettünk, sok felújításra kapcsolatos munkát is végeztünk, utána pedig kivittük újra a gyártás részére, beüzemeltük, normálisan minden előkészítve bezsíroztuk, beszereltük és utána kipróbáltuk, hogy működik-e. Ahogy azt a fiatalok elmondták, a vasmű munkavállalóinak segítőkészsége rendkívül pozitívan hatott rájuk. Tanulmányaik végeztével így ezért is szívesen dolgoznának a Dunaferben. Hát az élmény elég pozitív, mivel sokat segítettek, így nagyobb tapasztalatra tettem szert, mert össze attól féltem, hogy nem fognak segíteni, csak ott ülök, oldjam meg magamtól, stb. És kedvet kaptam arra, hogy ezen az ágazaton tovább is menjek. Hát megterelő volt, folyton a toppon kellett lenni, mindent kellett tudni, ahogy azt illik. Egy ilyen szakma általában nem a legkönnyebb, de hogyha az ember tanul és akarja ezt csinálni, akkor nem olyan nehéz. A későbbiekben tervezem ezzel is foglalkozni, persze vannak más terveim is, de ez is köztük szerepel, és ha úgy adódna, akkor szívesen mennék a Dunaferbe is dolgozni. A vasmű már több évtizede minden nyáron fogadja a szakmai gyakorlatra jelentkező bánkis és dunaferes diákokat. Kovács Zsolt, a mechanika üzem vezetője elmondta, vegyítik az elméleti és gyakorlati oktatást, így a folyamatokat végig nyomon követhetik a fiatalok. Nagyon nagy végmúltra tekint vissza a vasműbe a gyakorlati oktatás. Valaha én is itt kezdtem nyári gyakorlaton bánkis diákként. A bánkisokat és a Dunafer iskolásokat fogadja jellemzően a Dunafer, ugye a környező iskoláknak a műszaki szakirányait. A mechanika üzem konkrétan gépész szakirányt választ, vagy gépészeket képzünk. Ezen belül is a gyártás technológiai szakon végzőket. Gyakorlatilag jelentkeznek a Humán Intézetnél az oktatási osztályon nyári gyakorlati igénnyel, és a nyári gyakorlati időpontokat beosztva eljönnek ide hozzánk, és elvégezzük a képzéseiket. A bánkisoknak valamennyire más oktatást adunk, mint a szakmunkásoknak, hiszen őket tanítjuk programozni, illetve elvisszük őket a vállalat többi területére is, meleghengermű, hideghengermű, illetve nekünk van egy kovácsüzemünk, egy öntödeüzemünk, amiket ugyancsak bemutatunk nekik, karöltve a hőkezeléssel. Ezzel harmóniát teremtünk a gyakorlat és az elméleti oktatásukkal. Annak idején ugye mi is tanultuk anyagismeretből a gépeket, megmunkáló gépeket, megmunkálási technológiákat, hogy összefűzzük a forgácsolást az előgyártmány készítéssel, ezért megmutatjuk nekik, hogy hogyan is zajlik ez a gyakorlatban. Nagyon szokták szeretni, főleg a meleg technológiákat, kovácsolást, öntést, meleghengerlést. Ezek nagyon látványos dolgok. Nagyon sokan meg is ragadnak itt nálunk a Dunafernél. Így zajlik a képzés, utána visszajövünk ide, és a forgácsolást mélyebben áttekintjük. A gyakorlatot végző diákokat csoportokra osztják, őket a vállalat gépészmérnökei koordinálják, felügyelik minden nap. Minden diák vagy diák csoporthoz általában 3-4, maximum 5 fő, egy mentort rendelünk hozzájuk. Ezek jellemzően végzett gépész, diplomás emberek, művezetők, üzemvezető helyettes, vagy akár én is foglalkozok velük,
Bár most ugye az oktatás címén megindult a duális képzés, úgyhogy jellemzően én főiskolásokkal foglalkozok most jelen pillanatban is. A szakmai gyakorlat végén a diákok minősítést kapnak a mentoroktól, értékelik többek között a fiatalok elméleti tudását, illetve a munkához való hozzáállását. Kovács Zsolt szerint az sem ritka, hogy állásajánlatot kapnak a jó minősítést szerző diákok. A szempontjaink azok elméleti tudás, a gyakorlati képzés, illetve a munkához való hozzáállás. Minden diák kap tőlünk egy értékelőlapot, egy igazolást arról, hogy a nyári gyakorlatot nálunk elvégezte minősítéssel, illetve az utóbbi időben jellemző, hogy állásajánlatot is kapnak tőlünk a diákok. Most jelen pillanatban is van 2-3 telefonszám az irodámba, akiket a technikus minősítő végeztével föl fogok hívni, hogy a szándékuk még továbbra is áll-e, hogy itt dolgoznak nálunk. Kovács Zsolt szerint rendkívül fontos a szakemberek képzése és utánpótlása. A mechanika üzemben körülbelül 15 fiatalt foglalkoztatnak minden nyáron. Emellett a meleghengermű és a hideghengermű területén is több diák töltheti a gyakorlatát. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!